Idén több újdonsággal is kecsegtet a Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház háromnapos kulturális, hagyományőrző és gasztrofesztiválja. A programsorozat február 20-án csütörtökön kezdődik a Túri György Múzeumban. Itt egyrészt kiállítás nyílik annak a fotópályázatnak a zsűrizett anyagából, amelyre február 12-éig várják az elmúlt 12 év farsangi tematikájú fotóit két kategóriában. Másrészt egy tudományos konferenciát is tartanak majd a farsangi hagyományokról. A hozzánk eljövő néprajzkutatók, ismét elmondom, a Dunántúl 4 megyéjéből kutatják a környékünkön, a megyéjükben található 20. századi, egészen a 21. századig tartó farsangi népszokásokat, és erről fognak vetített képes előadásokban beszámolni a Túri György Múzeum főút 5 szám alatti épületébe. A második nap középpontjában a vizes játékok és farsangi élmények állnak, ezek helyszíne az alakkarosi fürdő lesz. Ez lesz a gyerekek éve programsorozatunknak az első állomása, és ennek keretében 200 gyereket várunk a gyerek vízivilágba, ahol különböző száraz és vizes vetélkedőkön versenyeken vehetnek részt. Animátor kollégáim, sportszervező kollégám szervez játékos vetélkedőket a gyerekeknek. A fesztivál harmadik napja a velencei karnevál hangulatát idéző felvonulással kezdődik, a rendezvény helyszínén pedig igazi farsangi forgatag várja az érdeklődőket. A fánkészítő versenyre eddig már 20 csapat jelentkezett, de még február 10-éig fogadnak nevezéseket profi, amatőr, hozott, helyben készített, hagyományos, különleges és különleges táplálkozási igényt kielégítő fánk kategóriában. A főszervező emellett rekordkísérletre is készül. Négyszer megvalósítottuk az egy időben egy helyütt a legtöbbféle fajta fán különlegességet, majd úgy gondoltuk, hogy egy picit változtatni kell ezen, létrehoztuk a tömeges fánkóstolás Guinness rekordját, és mivel pár év kihagyással még senki nem döntötte meg ezt a Guinness rekordot, úgy gondoltuk, hogy ez egy remek lehetőség lesz. A cél az, hogy 5 perc alatt legalább 1200 fánkot elfogyasszanak a rekordkísérlet részében. Az Országos Farsangi Fánkfesztiválon a Giro d'Italiát népszerűsítő programok is lesznek, este pedig Tolvaj Reni ad koncertet. A rendezvényre minden korosztályt várnak, hiszen lesznek gyermek, valamint egészségmegőrző és ismeretterjesztő programok is.